tengerparton sétáltam egy nap délután. Megláttam a vízhelyét, rég kiszáradt már. Itt fürödtünk nyáron, télen korcsolyáztunk. Sok emlék fűz kenyerihez. Ne szégyeld, hogy van lelked. Ezzel a címmel hallhattak zenés verses estet a Városi Könyvtárban Német Nyiba Sándor olimpikon és költő tolmácsolásában, aki egyfajta válogatást adott át a hévízi közönségnek repertoárja legjobbából. Szeretném elmondani az embereknek, hogy ne szégyeljék, hogy van lelkük, mert ebben az izzó, rohanó világban egy kicsit megtévesszük egymást, és azt gondoljuk, hogy mindenki rossz indulatú, közben meg az egész világ jó indulatú, csak nem derül ki, mert mindenki gyanús. Én most már mondhatom azt, hogy durván 20 éve járom önálló estjeimmel az országot, saját verseimmel, egy szál gitárral. Az a trükk, hogy nincs trükk, nincs hazugság, nincs ámítás, nincs playback, nincs mese, olyan, mint a küzdősport, amit elkezdtem. 1970-ben elkezdtem a küzdősportot, előtte egy nagyon picivel kezdtem a zenélést, és hát ez a két tevékenység meghatározta az életemet. Mondjuk úgy, hogy ma már 28 világverseny őrzi a múltat. 3 olimpián vettem részt, és 3 különböző sportágban szereztem aranyérmet, ezüstérmet, bronzérmet világversenyeken. Én úgy gondolom, hogy ez a része rendben volt, és ma pedig elmondhatom azt, hogy a Magyar Szerző Jogvédő Hivatalban 1500 szerzeményem van bejegyezve. Stílszerűen a sport megjelenik a művekben. Igen, nagyon sok verset írtam. Mondhatom azt, hogy 60 sporthimnuszom őrzi a múltat, és én azt hiszem, hogy azért 60-at megírni, ezek különösen azért nehéz feladatok, mert ezek nagyon speciális dolgokról szólnak. Nem lehet csapongni, itt a történetről kell írni. És ezek a legnehezebbek, mert egy vastag könyvben meg lehet írni könnyen, de amikor azt mondják, hogy egy dalt írjál, és a dal pedig csak 4 percig tart, 4 percbe kell belefoglalni azt esetleg, hogy milyen sport, vagy miről szól. Ez egy kicsit ilyen stresszelősebb feladat, de nem bántam meg, hogy ezeket megírtam, hiszen jó érzés az, amikor mondjuk például a Real Madrid előtt az Aranycsapat című dalunk szólt, amit ott előadtunk. Ma már Viki Dál Gyula énekli ezt a dalomat. Ha mai est címét nézzük, hogyan lehet a lélekhez szólni? A lélekhez úgy lehet szólni, hogy az ember egyszerű, őszinte, nyílt, és azon a ki kell derülni, hogy nem akar hazudni. És ha megérzik az emberek, hogy nem akarsz hazudni, legalábbis nagyot nem, mert valami picit azért csak kell, akkor rájönnek és megnyílnak ők is. Ha bezárkózok és nem akarok adni semmit magamból, akkor ők is bezárkóznak. Ki érti ezt a rohanó világot? Rohanó ego élet? Ez maradt nekünk. Amíg hajtjuk a semmit, múlik az idő. Ön szerint egyébként mi az a legfontosabb mondani való, amit manapság egy költőnek át kéne adnia? Mindig mondták, hogy a régi nagy költők után nincs tovább élet, minden elpusztult, és hát senki nem kíváncsi semmire, mert hát ott megírták ők mindent. Nem egészen így van. Én úgy érzem, hogy ők nagyon nagyok voltak, és ők mutatták az utat, és őket követni kell. A fő dolgokat nem szabad kihagyni a költeményekből, mert igen, ők tudták, merre kell menni. Egy más világban könnyebb volt költőnek lenni. Azért, ha most ide hívnék egy-két nagy nevű költőt, név nélkül, és azt mondanám neki, hogy most ebben a világban csinálj költészetet, törjél ki, legyél ismert, és olvassák a verseidet, akkor elgondolkodna.